Sziasztok! Most egy videóban megpróbál elkészíteni a susit. Már Dancsó megígérte, el fogok készíteni a susit. Fogalmam sincs, hogy kell elkészíteni, de mégis megpróbálom. Akkor itt van a susinak egy dobozza. Az is a urától, itt van az arra levél. Nem is tudom, micsoda. Biztos kellene fog. Babus tekercs. Úrm Isten, ez se tudom micsodák. Na jó, elolvastam azt az utasítást. Mik vannak? Akkor itt vannak a rizs. Akkor még sok hozzávaló kell még. Akkor még hozzávalók, mit is fogok hozzáadni. Paprika, uborka, nem tudom mi lesz ez a sushi. Mert én azt hiszem, hogy lazásot nem tudom beszerezni. Én olajossal szandíjat fogok helyettesíteni. Hát akkor kezdjük is el. Kezdjük a rizssel. Egy jó liter vizet fogok beleülteni ebbe edénybe. És akkor a hogy is hiából, rizsből, a keményítő, akkor megpróbálom a keményítőt. Hát keményítő megpróbálom megtisztítani. Ami kell, hogy is hiák, olló. Kell mind a kettő. Keményítőtől megtisztítjuk a rizst. Másikat is felborcsuk. A keményítő rizst megtisztítsük. Ha van benne keményítő. Bár jutóbb úgy tanultam. Hát egy kis ide el fog tartani. Ha nem látni a víz már zavaros is. Ez a susi, még nem csináltam soha susit, most készítem először. Hát nem tudom, azt mondta, keményítő van a rizsba. Ezt a hideg vízzel ki lehetne tisztítani. Jó, lecseréljük a vizet. Másik edénybe. Látni, elég jó, zavaros az a víz. Én szerintem még egyszer nem álltam átmosni. Hoztam tiszta vizet. Lehet 20 percig főzni kell. Mi lesz ebből? Fogalmos nincs. Dancsónak megígértem, el fogok készíteni a susit, fogalmam sincs, hogy kell.
Nacho Péternek. Még egyszer átmosom. Szerintem utána nem is tudom. Rendes, tiszta. Hát főzésről lehet 100%-a megtisztítani. Szerintem. Szerintem a keményítőtök már jól meg lett tisztítva. Hát akkor azt is kiöntsük, ide hozzuk edényt. Egészen jó talánnal ki küldte nekem, el is feltette, aki küldte, mindegy. Jó kis edény, sokan segít a sushi készítésbe. Jól látom, egy jó tiszta rizs is. Na, akkor hoztuk egy edényt, akkor a rizs beletesszük. Nem tudom, hány percig kell főzni. Fogalmam sincs. A rizs megtisztítottuk. Keményítőtől. Már aztán itt elmosom. És akkor áttesszük a tetőt. És feltesszük főzni. Jó, akkor bekapcsoljuk a indukciós sütőt. Akkor rá is tesszük, azt hiszem, rátesszük, nem tudom, halassa, bekapcsoltuk, ezzel használ fog, akkor ameddig fel nem fő, addig menni fog, 240 fokon. Igen, ha is feltettük már főzni, akkor most már mit csinálunk? Akkor akkor megpucoljuk a uborkát, azt is adunk hozzá, meg egy kis paprikát. Mert ha menne fönn a rizs, addig ezeket el kéne készülni. Nem is tudok, kezdve a paprikával. Kezdhet a paprikával is. Sushi a csíkokkal kell vágni. Ézesítve legyen sushi. A csíkokba vágunk össze, és oda teszed a másik tányérhoz. Felcsíkozzuk a paprikát. Megpucoljuk a uborkát. Lehet volna egy pucoló, nem mindegy. De el is megyek a pucoló, nem is késsel pucolom tovább. Igaz, hogy nem a uborkával találták, az kintett pipóval. Hát a uborkával is volt. Szerintem jó bokáros.
késsel foltatni, fel tudja. Jó, hát eltakarítsuk a szemetet, akkor felmosuk a asztalt. Megmosjuk az asztalt, és akkor foltassuk. Félbe vágunk a bokát. A jótól nem magas részét nem hagyjuk benne. És ugye a csíkokba felszeleteljük. Szerintem jó az obolka. Akkor elmosom ezt a deszkát is. Fölött a rizs, le is kell venni. És ki is kell kapcsolni indukciós sütőt. Indukciós sütőt megfőztük, akkor most csak le kell szűrni. Visszatesszük a vizet ebbe. Én azt hiszem, hogy egy víz, ami átszűr még egyszer. Na akkor még egyszer átmossuk. Nagyon jó speciális edény lesz. Kirázzuk bele a vizet. És akkor másik edényre beletesszük. Azt hiszem, hogy rizsre is van tisztulva. Akkor néhány pár percig állni hagyjuk. Hát én ezek nem tudom micsoda, de én azt hiszem ebbe kell beletenni a rizsbe, biztos. Na mindjárt megkóstolom micsoda. Biztos hozzá volna, sushi csomagom volt. Most már megint takarítani. Biztos, hogy ez volt, igen. Megint moshatom le az asztal, te jó. Igen, megint moshatom le az asztalt. Ezekkel összekeverjük. Hol
naplót is mosatom el. Nem, most bántam meg, amit tettem. De nem kellett volna ide beletenni. Nem tudom. De minden. A susin elezoltam módon, magyar módon. Van már egy furcsa éze, összekeverem. Egy furcsa szagoló. Biztos hozzávalók voltak. Valami japán, hogy is hívja. Fűszer, vagy nem tudom micsoda. Jó, összekeverjük. Aztán megint le lehet takarítani. De jó. Egy furcsa szaga van. Hát ez már nem jön megállni, ne kóstolnak, meg milyen lehet. Nem rossz íz. Üsztre jó. Jó. Akkor most megvárom, kihűljön. És addig letakarítom meg az asztalt. Most már elkészült a susira, mert most már csak bambuszlátra kéne feltenni, és megtekelni. De addig, mint lenne hű a rizs, az a rizs hidegre kell rá tenni, nem is tudom. Nem, de megvárom előre a rizs, addig elmosogatok. Lemostam az asztalt, hogy bambuszlátra tisztelt tegyem rá. Az algát, vagy nem is tudod hívják. Thank you.
Na, el is készült a sushi. Most csak meg kell kóstolni, fel is elteltük. Na, akkor ennyi volt a videóból. Felszeltettük a susit. Itt van felszeltet. Akkor most már csak meg kéne kóstolni. Na, most már jó. Jó. Remélem, hogy az a rövid videóban valamit tudtam segíteni. Táncsok Péternek kívánságát teljesíteni tudtam. Azt hittem, soha nem fogok elkészíteni ezek a sushikat. De nem nehezen mégis elkészítettem. És a kérdésre csak tudtam teljesíteni. Hát nem is rossz. Csak nekem egy kicsit sokattam. Annyi volt a mai videóban, ő nekem Nacsó Péter Petének kérdését tudtam társadalmi videómániától. Akkor már csak nem tudom mit mondja, csak annyi mondta, hogy hello, 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 sziasztok!